Sziasztok, Black Venom vagyok, és ez itt a Dungeons 3 negyedik része. Az előző részben, hát... úgymond hozzám csatlakoztak a démonok, és... elfoglaltam a kristályokat. Thanos meg akarta győzni megint Taliát, hogy csatlakozzon, hogy üzzel a gonoszt, mindent, de... Talia az már verbeli gonosz lett. Na és akkor nézzük, hogy miről szól ez a temetős pálya. Ez alig mindig olyan lassan tölt be. Whilst elsewhere, Grimless scouts took the trouble to turn every stone in their search for Talia, and I mean that literally. She was marching towards the town of Steelsmith, the seat of the Dwarven King. However, after a not in the least bit subtle hint from the not at all tactful evil, she had taken a little detour through the Ash Spring swamplands. Here, the ancient, cursed bones of long-forgotten soldiers lay uneasy in their graves, waiting only for the necessary nudge to finally rise and play the Talking Dead, or whatever it's called. Talking Dead? Unfortunately, and of course, purely coincidentally, Grimly, the racist Dwarven King, was also currently in Ash Spring. Aye. Chop more wood. I don't have enough resources. I want to build a barracks to hire knights and foot soldiers. I also need some for these palisades. Which idiot is responsible for this, please? My right toe can build a better defense on its own. Now, fix it, and over there, we'll build a watchtower. Or two. Grimly is here. Excellent. I'll be every single god's damned prejudice out of that bearded drunk's alcohol-soaked carcass. And some of these undead wannabes lying around here in their graves are going to help me. Let's see how that drunken idiot likes facing a few brain-hungry zombies. Oh, not that he needs to be afraid with that little bird brain of his. Taya? Are you sure you don't want to reconsider? Undead? How low have we sunk? Ugh. Are you still there? I thought I'd finally seen the last of you in the previous mission. Anyway, shut up and let me work. I must raise the living dead. So in order to start the Night of the Living Dead, our protagonist, the currently eating a chicken leg evil's envoy, had to reach the region's larger cemeteries and recruit their undead. So akkor arra beszélt a narrátor, hogy itt van a Gimli, a rasszista törpe király, és ilyen tornyokat épített, hogy bevédje magát, azt mondja, hogy kevés a fája, szedjenek neki. És akkor azt mondta Talia, hogy itt van Gimli? Én legalább mutathatom annak az iszákos törpének, hogy milyen fába faragtak. Akkor gondolom Gimlit is le kell venni. Nézem, itt vannak ilyen manák. Szóval mostantól manát bányászni kell, nem olyan kristály adja. Jó nagy hely ez amúgy. Sok ember lesz itt, azt meg kell hagyni. És akkor 25 percen van, hogy befoglaljam milyen temetőket. Ja, ezeket. Ó, basszus. Akkor gyorsan kell cselekednem. One of the lucky evil's little snots had discovered a hidden arcane. Here, demons could create valuable mana, which, on the one hand, they themselves needed, while on the other, could also be used for powerful spells. So it was that the first demon began to generate powerful mana in the arcane. So could be a shrine, boy. Delicious mana. I like to spread it on Sunday mornings. As my wife passes me a cup of tea and massages my feet, Mana was also important to the couldn't care less about Sunday morning croissants evil because, on the one hand, his higher level demons loved the stuff, and on the other hand, it could be used to cast powerful spells. Of course,
The excited evil couldn't wait to toolboxot is lehet bányászni. Király. Na akkor ez az új épület, ez a manosrány legalább. És akkor szerintem jobb, hogyha sietünk. 25 perc az hamar elmegy. Észre se veszi az ember. És már legalább vannak spelljeim. Move it, you slackers! We need more resources! Ezt ugye csak a saját területemet tudom használni a spelleket. Ő mint a Dungeons 2-ben. Némelyiket ugye csak a föld alatt. És például olyat használtam. Megneveli a kicségei merőjét. Ez ugye neveli a sebzését az egységeimnek. Ez sebzést okoz, ilyen meteor eső. Ezek meg alright, you undead! Up you get! Fight for me and regain your honor! I am Isildur's heir! I mean, the deathly pale evil's messenger. Fight for me, and I will consider your oath fulfilled. An oath that you never swore. Excuse me, I seem to have mixed a few things up. Splendid speech, but good enough for the miners hordes buried here, who excitedly signaled their approval, even if it was with nothing more than a moaned. And so, the walking dead arose to serve the abominable evil. And of course, his eloquent envoy with the split personality. Hey! I can hear you! I certainly hope so. I don't want to just waste my insults. We'll talk later. Go, undead. Destroy the living! Igen, destroy the living. Hát ezt ugye... Dungeons 2-ben mondta a főhős. Destroy the living. És akkor nem folyamatosan érkeznek majd a éli halottak. Tök jó. Akkor esnek is befoglalom ezt a helyet. Kiáll a gonoszság. Szóval ne halljam az orfom. Jó, hát áttörök én ezeken. Négyni, és akkor innentől folyamatosan jön a gonoszság. Mindig a helyen amúgy vagy szem, vagy húsremelém, vagy az a szikla van. Lehetséges. Vagy most nem kéne a naga. Tudjak gyógyítani. Ezek így nem folyamatosan jönnek, vagy mi? And zombies rose from their graves. Ezt is el kéne foglalni. Nyom utána ezeket a villereket. És az a gond, hogy ők itt van. And work faster and cry less. Az a baj, hogy ezek itt rohadtul erős. Jajjaj. Ezek miért vannak? Ezt a priestess kell egyből kiszedni. Nagyon sokat tud hílelni. Ez is van. A priestess nagyon erős. Ilyen gyógyítónak a tovább fejlesztett változata, nem tudom. Meg kell várni, hogy felgyógyuljanak. Jobb, hogyha... Hát még ezek... Így ezeket így leseveztem nagyjából. Kéne nyomni, hogy
használjuk ezeket a varázslatokat mindenképpen. Jó. Adok ide démoni erőt. És akkor gyorsan szedjük ki a Priestest. Évil is unstoppable! Én kezd csinálni. És egy meteoressé tudom. Ezt a zombikot. A zombik amúgy folyamatosan jönnek. Így termelődik. Most már... Oh, baszki, még egy priestess. Mennyien vannak itt? Enemies have entered the dungeon. Ó, tudom most az ő területükre is nyomni. Akkor ez nem úgy van, mint a Dungeons 2-vel legalább. Most már ezeket bárhol nyomhatunk. Jó, most befoglom ezt a temetőt is. Nem tudom, hány percnél járok, amúgy azt nem jelzi. Sehol az időt. Joined the monstrous evil, and with a spirited if moaned, rains, staggered off towards the human defenders. Tök jó, amúgy, hogy ezeket bárhol nyomhatom. Hey, that's my text. You don't even appear in this dialogue at all. Your problem for taking such a long ciggy break. Ez megneveli a termelés bármelyik szobának, amely ezt rányom. Are your two personalities conspiring against me? Ezzel meg portált nyitok, ugye első a trónszapámba. If you heard the stories I tell in the bar on weekends... Basszus. Ezek meg ott verik. Additional undead have been secured for the insidious evil. Suddenly, a few dissatisfied bears appeared directly in front of Talia. Exactly. Bears. And they attacked. Hey! This had nothing to do with a certain narrator's injured pride, but made total sense within the framework of the story. And the living dead rose. Ez megvan. A szarráziakat le kéne ott verni. Kéne hozzá Demon Portal. És mondjuk ezt a három egységet visszaküldöm. Merry Christmas, you. Jó, már csak egy darab temetőt kell foglalni. And again, the brain-hungry zombies rose against the human defenses. Nem tudom, hogy mennyi idő vagyok, az a baj. Azért sietek minél hamarabb elfoglalni. Ne akarom csinálni az acsit. Rájöttem, hogy ha hosszan nyomjuk a jobb egér gombot, akkor egyből lerakja az összeset. Nem két egyenként lerakosgatni, ami tök jó. Jó, kaptok oda egy meteoressőt. A démon energiát. És jó is lesz. Jók ezek a spellek. És megvannak a goblinjaim. Csak nem hal meg. Így, nem. Jó. Most ezt is gyorsan befoglalom. És azt hiszem ez az utolsó temető. Mi kell? Ezekkel visszajök ide. And destroy the living. Destroy the living. Do you always have to be so evil? Is that a trick question? Naturally. Who, if not me? And even more undead marched against the human defenses in the glamorous evil's name. They didn't stand a chance. But suddenly, and this had nothing to do with the protagonist's previous insults. Evil bears once again appeared to attack Talia. Na, így jöttek. Itt is van a gonosz medvék a semmiből. Almost miraculously, a bolt of lightning hit the bears and killed them on the spot. Amazing.
But of course, it all made sense within the greater framework of this story. And again, the brain-hungry zombies rose against the human defenses. Nem tudom. Lehet, hogy be kellett volna, hogy egy az a csit és elrontottam. Na, gyorsabban kell. Másodjára csak sikerült időben megcsinálni. És utána ugye folyamatosan kell küldeni a zombikat. Ugye ez van a másik achievement. Csak elsőnek is küldöm a zombikat. Oké, Demon Strength-et. Készüljél. Steely Smith wasn't built in a day, but if you lame-asses had been there, the entrance gate still wouldn't be finished. Annyi. A Grimnél jó sok HP-je van. Ezt meg kell venni. I have to leave you now because I have to prepare something back home. That's a grim you hold the fort here. Got it? Good. Then take care of them. With these heroic words, Grimly the Great Dwarf King took to his heels and ran. Some might think it cowardly. Yes, the damn coward. But we'll get him and then we'll organize an intervention. We'll tear him a new one. My goodness, what a turn of phrase. Outrageous. Still, it was a desire I can only agree with. Come on, for the validation craving evil. Grimly elmegküldöm sokáig. Ok. Csinálom az a sok turret, amit ezek gyártanak. Nem akarom. Róla túl sok gépet csinálnak ezek a bombázók. The defensive camp went up in flames. The pitiful survivors ran in panic and dispersed in all directions. Ha! Those cowards! See how they run! Isn't that funny? It does have something comical about it. Even the zombies emitted a laughing moan before pushing on to get some tasty brains before the others did. De hat. Nem érdessem ez neki ilyen sokat. Nem mondta, legalább áttörtem. Védelmen. Hát akkor szerencsétlen Gimli az meg elmenekült. Nem bírta azért a motor velem. Ezt képest, hogy a 17-es fejeztettem a hordát, meg így is egy csomó egységem meg fele. Hát ez durva. Grimly ne szarazzál. Ezt megtanultuk. Át is van törve a védelme. Now it is time to find Grimly and give him his rightful punishment. What rightful punishment? Rightful or not, what do I care? As long as the dwarf suffers.
The lands of Ashspring were wholly under the crazed evil's control. Every now and then, a confused zombie would pop up, even though the living had already been driven out. But that didn't matter, for the absolute evil's hordes set out for Steelsmith, King Grimly's headquarters. Azt mondta éppen, hogy ide jött tovább állni és megkeresni Grimlyt, hogy megkapja a méltó büntetését, és akkor milyen méltó büntetését? Azt mondja, hogy nem tudja, csak minél jobban szenvedjen, annál jobb. Mégis ennyi. The Battle of Steelsmith. Led by Talia, the brutal evil's army had reached the dwarven town of Steelsmith and made ready to storm it. Inside, the fierce dwarven King Grimly planned its defense. Aha, következőleg akkor meg a Steelsmith, ez a város neve, ez az acél, kovács, mondjuk úgy. És akkor Grimly meg felkészítette a védelmét. Hát, mert meg kell ostromolnunk a várost, ugye? Még Grimlyt el kell kapni. Azt mondja, hogy milyen új egységeket kapunk. Nézzük az acsikat elsőnek is. Meg kell csinálni, ugye? Aha, azt mondja, 15 egységem kell, hogy legyen. Összesen. Hát, jó. Azok könnyű. Meg a Dungeon Heartomnak az élete nem mehet 50% alá. Szerintem még ez is megoldható. Akkor nézzük, hogy élet meg... Oh, milyen szép felletett törve a sírok. Jó, meg lett csinálva a pálya. És kurú egységet kapunk, azt mondja, hogy Graveyardot. And made ready to storm it. Inside, the fierce dwarven King Grimly planned its defense. Aha, szóval ha mostantól, hogyha meghal egy egységem, akkor legalább nem hal meg végleg, hanem csak visszatér ide a graveyardba temetőbe, és akkor majd ott újraéled. Lehet ilyen zombikot csinálni, meg bensinket. Szóval területileg sebez, és a támadásai lassítanak. Nem rossz, nem cseszek, hogy majd mit fognak tudni. Na, de én nem fogom folytatni a következő részbe. Akinek tetszett, hogy a nyomjai lájkot, hogy hozzon felé, és találkozunk a következő részbe. Addig is, sziasztok!